ugyan ér egy álom. Szomorúbb ennél nincs talán, hiszen egy láthatatlan függöny lemegy az élet színpadán. A búcsúzás egy két személyes darab, hol a végzet írja minden egyes szabad. Hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed, hiszen valakinek átadod a helyet. Ki ellopja a tegnap örömét, és rád zuhan a hirtelen sötét. Mi történt? Folyton ezt kérdem. Mi történt? Hol a régi varázs? Mi történt? Magad sem érted. Mitől lett minden olyan más? A búcsúzás egy nagyon nehéz szerep, hol a végszavakat felkapják a szelek. Már nem segít se könyörgés, se vár, te félreállsz, az élet megy tovább. Amiben esztendőkig hittél, őszintén, ostobán, vakon, amire esküdni ismertél, összedős, elhagy egy napon. A búcsúzás egy két személyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavad, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed, hiszen valakinek átadod a helyed. Ki ellopja a tegnap örömét, és rád zuhan a hirtelen sötét. Mi történt? Folyton ezt kérded. Mi történt? Hol a régi varázs? Mi történt? Magad sem érted. Mitől lett minden olyan más? A búcsúzás egy nagyon nehéz szerep, hol a végszavakat felkapják a szelek. Már nem segít se könyörgés, se vár, de félreállsz, az élet megy tovább. Már senki sincs, már semmi sincs, és az élet megy tovább.